Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és nem utolsó sorban mai kedves vendégeimet, Szántai Lajos, művelődéstörténész, a másik kedves vendégem, na hozzuk rá egy kicsit a kamerát, világverő, na ne a feketére gondoljanak, Hargitay András, a legenda, a 400-as, az úszó. Mennyit változott a versenysúlyod? Mennyit? Hát körülbelül ilyen 20 kilót. És annyit biztosan. Úszol még egyébként? Nem, már sajnos nem tudok úszni. Már nem azért, mert nem tudok, hanem azért, mert még a versenyzőkhöz már túlságosan lassú vagyok, hát úgy mondjam, az amatőrökhöz még túlságosan gyors, úgyhogy... És úszod a szélén azért lehet még látni? Hát egyszer-egyszer föltönök, de igazából már egyre kevesebbet. Máshova hívott az élet. Igen, örülök, hogy köztünk van. Többek között ide is. Hát akkor csapjunk bele. Mai témán, kedves nézőink, a Szent Korona, Szent István. Vajon mit tudunk róla? Tudunk-e róla eleget? Erről beszélgetek a vendégeimmel. Egy kicsit térjünk vissza a mai magyar valósághoz. Egyáltalán hogy látjátok a mai magyar embereket? A politika ugye kikerült a hálószobából. Mosolytalan országgá váltunk, ezt nem én állítom, hanem mindenki más, aki idejön. Egyáltalán milyen jövőképe? Van-e hite a mai magyar embereknek, a társadalomnak? Hát én úgy gondolom, hogy az évek során, ugye hát a gyerekkorom óta én mindig azt hallottam, mindig azt tanultam, és mindig azt súlykolták belénk, hogy mi csak végezzük a munkánkat, tanuljuk meg a tananyagot, ami egyébként korszerű és jó, és az emberiség céljait szolgálja, és az összes egyéb dolgot azt majd az állam el fogja intézni, nekünk ebben nem kell semmit csinálni. És azért és majd nekünk nagyon jó lesz, majd, hogyha majd idősebbek leszünk, és hogy az ember egyre idősebb lesz, hogy egyre inkább azt hallom megint, hogy majd most éppen az elmúlt napokban hangzott el megint, hogy majd a gyerekeinknek lesz megint nagyon jó. Tulajdonképpen kiderült, hogy az állam nem fogja tudni megoldani a mi problémánkat, és mindazok a dolgok, amiket az ember megtanult az elmúlt évtizedek alatt, kiderült, hogy igen, de nem úgy volt, nem is igaz, nem is úgy volt, és egyáltalán teljesen másképpen volt az egész dolog. Na most akkor az elmúlt 16 évben volt egy valami fajta megváltozás, ugye ez a 89-es években a úgynevezett rendszerváltozás, ahol is az emberek azt gondolom, hogy tiszta szívvel hitték, hogy valóban lesz változás, történt is valami fajta változás, legalábbis akkor úgy nézett ki, és bizonyos folyamatok előtt az egyébként egész biztosan jó szándékú emberek értetlenül állnak. Tehát nem ezt ígérték nekik. Nem ezt mondták akkoriban. Tulajdonképpen ugyanazok, akik most megint csak mást mondanak. Ez a nagyon szomorú dolgok ezek, mert ha jó bele gondolunk, hogy ezek az évek a mi életünkből telnek el. Ezt soha senki visszaadni nem fogja nekünk, és ugye már a nagyapa, ahogy említetted, már a nagyapánknak is azt mondták, hogy majd a fiaidnak építed az országot, majd ekkor, majd akkor közbe telnek az évek, és hát egy jövőkép nélküli, hiteltelen politikával hova jut gyakorlatilag ez az ország? Ez a kardinális kérdés. Most még egy gondot hagy fűzek hozzá az előzőhöz, tehát végül is eljutottunk egy olyan szintre, amikor az emberek teljesen kilátást nem tudják már, hogy ha most a jobb oldalra néznek, ott mit mondanak, a bal oldalra néznek, ott mit mondanak, és egyértelművé válik az egész dolog, hogy ha ezen a szinten, tehát ha úgynevezett föld és íkon keressük a megoldást, ott egyre inkább nem fogjuk megtalálni. Megpróbáltuk, volt rá igyekezet, nem találjuk meg. És én úgy gondolom, és sokan velem együtt úgy látják, hogy ez a bizonyos megoldás, ez föntről fog érkezni, feltéve, ha fölfele fordítjuk a tekintetünket. Hogy látjátok, van-e ennek a népnek hite? Hát hite mindenféleképpen van, mert szinte közhelyszerű a tétel, hogy a hit és a reménység az egy olyan fajta egység, ami úgy végigkíséri még azoknak az embereknek is az életét, akik nem is foglalkoznak olyan kérdéssel, hogy miben hiszünk, vagy miben nem hiszünk. Az élet alapja, ez a két hatalmas pillér, közötte pedig maga a szeretet. De az igazi problémája a jelenkornak az nem maga a jelenkor, hanem az a
sajnálatos, hogy úgy mondjam, történelem hamisító folyamat, ami ugyanúgy olyan hazudozásra épült, mondjuk, mint az Öszödi beszéd. Tehát az Öszödi beszéd nem tegnap előtt hangzott el, hanem a magyar történeti írás a nyelvészet világában, tehát minden olyan területen, ahol a magyarság múltja az rendkívül fontos tételként jelenik meg, és ezért nehéz tájékozódnunk a korban, mert gyakorlatilag egy hazugság világot görgetünk magunk előtt. Tehát, hogyha nem tisztázzuk azt a kérdést, hogy a magyarságnak végeredményben milyen múltja van, akkor mi itt a jelenben hiába ugrálgatunk, jövünk és megyünk a világba, mert a jelen válságaira az orvosság mindig a múltban van. És minél inkább vissza tudunk menni a múltba, annál nagyobbat tudunk mondjuk a lendület vonatkozásában venni, annál inkább erőre tudunk kapni, mert bármennyire hihetetlen és különös, és ahogy András itt jelezte, itt politikai megoldás nincsen. Tehát egy népnek az önismerete a kulcs. És ez azt jelenti most témánál maradva, tehát a magyar Szent Korona és Szent István király, ha például mi nem tudjuk azt, hogy ki volt Szent István király, akkor hiába okoskodunk a jelenbe, akár nagyon bölcs politológia, vagy szociológia, vagy gazdaságtani szinten, a lényegre nem fogjuk megadni a választ. Tehát alapvető dolgokat a 21. század elején minden magyar embernek tudnia kell. És az a legnagyobb baj, hogy kiváló értelmiségiek, ténylegesen a nemzet ügyében fáradozó, legkiválóbb közéleti szereplőinknek a történelmi ismeretek területén a tudása minimális. Na most így viszont nem lehet 5-ről a 6-ra jutni. Tehát, hogyha mondjuk felelős értelmiségi nem tudja azt, hogy hol van Magyarország, de nem történelmi szinten, hanem földrajzi szinten, akkor ne csodálkozzunk azon, ami most jelen pillanatban történik velünk. Tehát ez mit jelent? Mi naponta olyan meghatározásokat hallunk a Kárpát-medence és Magyarország fekvésére, hogy Közép-Kelet-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa. Na most valamit tisztázni kell. Ha Európának van közepe, van belseje, van szíve, van veleje, akkor az éppen a Kárpát-medence és a Kárpát-medence működésével egylényegű Magyarország. Na most, ha földrajzi tételekben lehet éjjel-nappal hazudozni, és jószándékú értelmiségeink csúsztatják Közép-Európát mondjuk keletre, vagy éppen a Balkán felé, akkor gyakorlatilag ez egy csúsztatás sorozatot, egy lavinaszerű folyamatot indít el. De most aki birtokolja Európa kellős közepét, és ez az európai történelemben mindig is így volt, az végeredményben egész Európának ura. Tehát ez azt jelenti, hogy Szent István királyunk, ha szeretett volna, sem tudott volna fölzárkozni Európához, mert innen Európa kellős közepéről nem fölzárkozni kell, hanem fölzárkóztatni. Tehát nem Szent István akart fölzárkózni, hanem éppen Szent István király teremtett olyan egységes kereszténységet, olyan egységes szellemiséget, amihez aztán Európa északi, déli, keleti és nyugati területei szépen lassan elkezdtek fölzárkózni. Az világos, ugye, hogy aki a múltját nem tiszteli, annak jelene, és gyakorlatilag jövője sincs a jelene, viszont olyan, mint amilyen, ami most, tehát egy olyan nagy káosz, hogy az, hogy most Közép-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában vagyunk, ez onnan. Attól függ, hogy éppen ki mondja, ugye. Na most innentől azért mit várunk el azoktól a polgárainktól, akikből gyakorlatilag kiverték ezt az egész történelem tudatot, szemléletet, hitet, és a média sem biztosítja azokat a lehetőségeket, ahogy én látom, hogy egyáltalán közel hozzuk az emberekhez, egy kicsit a szívükhöz azt, hogy valamihez akár ragaszkodhatnánk is, valami a miénk, amit elvettek tőlünk, és ugyan már hogy viszonyuljunk ehhez a továbbiakban, visszakaphatjuk-e valaha, egyáltalán milyen lesz a mi életünk. És ha megnézzük ugye a mai fiatalságot, hát vajon mi vár a következő generációra? Mit fogunk nekik átadni?
Aljás. Hát amit én problémának láttak először az, hogy elhitették velünk azt, hogy kicsik vagyunk. Kicsik voltunk, kicsik vagyunk, Magyarország kicsi ország Európának itt ezen a részén. Tehát ez már eleve nem igaz. A másik, ami szerintem még nagyon fontos, ha nem fontosabb az előzőnél, az, hogy valamilyen módon végül is el tudták azt érni, hogy legalábbis nem becsülik a nyelvet. És akkor most szépen fogalmaztam. Tehát a saját nyelvét a magyar nép, a magyarságnak egy jelentős része nem becsüli, alábecsüli, sőt, én annak idején részt vettem olyan irodalom órán, amikor az irodalom tanár azzal élszelődött, hogy Petőfi Sándor írta le, hogy mely nyelv merne versenyezni vélet, hogy na hát ez hogy néz ez ki, hogy hát ugye ez egy ilyen mekegés az egész. Tehát ha már az irodalom tanár, ha már a magyar nyelvvel foglalkozók szakembereknek egy része vagy nem becsüli, vagy nem fedezi föl azt, hogy a magyar nyelv mit rejteget magában, mert azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja, hiszen nyelvén tudja megfogalmazni egy ember a gondolatait, ebből tudja az egész világot közvetíteni, akkor itt nagyon nagy baj van. Na most azt hiszem, hogy az egészet visszafordítani egyik pillanatra a másikra nyilvánvaló, hogy nem lehet. Hiszen tulajdonképpen valóban nem vagyunk olyan nagyok, viszont azt nem nézik meg, hogy Európában hány nálunk sokkal kisebb ország van. Nem ismerjük a történelmünket, nem ismerjük azokat a rendkívül fontos erekéinket, és itt beleértem a Szent Koronát is, ami jelen pillanatban is az ország területén tartozkodik. Nem ismerjük a szokásainkat, nem tudjuk azt, hogy mi miért van, és ennek kapcsán végig is eljutunk oda, hogy a nyelvünket sem ismerjük, és a legtöbb ember most sokkal szívesebben beszélne éppen angolul vagy németül, hát most az angol az, amelyik hosszú időn keresztül ugye tiltott volt, vagy legalábbis nem volt kedvelt, de inkább angolul fogalmaz, angolul énekel, angolul beszélget, és ebben van valami fajta nagyon-nagyon gonosz dolog. Ugye mindannyian éltünk az 50-es, 60-as években, amikor kötelező volt az orosz tanulás. Mindenki tanult oroszul, de senki nem tudott, nem is akart. Igen, ez a kötelező jelleg, ez egy kicsit úgy befolyásolt. Most angolul viszont mindenki szívesen beszél. Tehát nem, hogy angolul szívesen beszél, el tudjuk azt képzelni, hogy annak idején, hogy mondjuk a 60-as, 70-es években, hogy szovjet ciribetűs trikókkal mászkáltunk. Hogy nem volt kötődés. Nem volt, hogy érdekelt bennünket az, hogy a moszkvai Dinamo, meg a kijevi, nem tudom, kicsoda kosárlabda csapat, vagy nem tudom, kicsoda mit játszott. Senkit nem érdekelt, sőt, inkább az embernek volt egy ilyen taszítás, és most pedig mi folyik idebe? Miért érdekel engem, hogy a Chicago Bulls, meg a nem tudom, kicsoda, mit játszik Amerikában? Még hogyha esetleg mint kézilabda, vagy kosárlabda, az egy komoly sportteljesítmény. De mi közöm van nekem ehhez? Nincs Magyarországon sporthír, nincs Magyarországon sportesemény, miért kell nekem oda átrolhozni? Nincs Magyarországon olyan trikó, amit föl lehet venni, csak amerikai trikót lehet fölvenni, csak olyan sapkát lehet hordani, amiben baseball sapka is különböző. Tehát úgy ömlik idebe, ami nem rá, és a legfontosabb ebben, hogy ez nem ráerőltetés, hanem ezt az emberek maguktól szívesen hozzák be, sőt, hogyha az ember el akarná tőlük venni, akkor azt mondják, hogy miért? Hát ez nekem jogom van ehhez. Hát kíváncsi lennék én arra, ugye annak idején, amikor én még angol tanultam a középiskolában, akkor napokat, heteket próbáltunk azzal kínlódni, hogy a betűt, hogy jól ejtsük ki, és ugyanakkor, amikor most ugye akárki, akár milyen filmet hallja, hogy a görög neveket nem tudják kiejteni, hogy a Herkules helyett Herkulait, vagy nem tudom mit mondanak, hogy Leonidas helyett Leonidas, hát a saját, az európai kultúrát nem tudják megőrizni ezek a bizonyos nyelvek. Tehát akkor tulajdonképpen ezt kellene, hogy fölfogjuk, és rájönni arra, hogy viszont a mi kincsünk, a mi kultúránkban van egy olyan, amelyik nagyon is tudja ezeket a képleteket megőrizni, és visszaadni a világnak. Először egészségesen büszke kellene lenni magyarságunkra. Te hallgattad a himnuszt. Sokszor hallgattad a himnuszt. Úgy hallgattad a himnuszt, hogy neked játszották. Igen. Mit éreztél akkor? Mert mi akkor egész mást éreztünk, mint amikor bármelyik rendezvényen na hallgassátok meg a himnuszt, vagy énekeljétek el a himnuszt. Na most ez is egy érdekes dolog. Tehát annak idején Magyarország ezekben a bizonyos 60-as, 70-es, 80-as években, az egész Magyarország ebben a kérdésben biztos vagy benne, hogy egységes volt. Ugyanazok az emberek, akik most jelen pillanatban a magyar lobogót
kiszes lobogó, vagy fideszes lobogónak tartják, amelyik, hogyha magyar himnusz hangzik el egy rendezvényen, akkor kicsit idegenkednek tőle, sírva, könyvelábat szemmel, hát annak az akkori sportvezetők is párttagok voltak, akkor hát közelebb álltak, ez az egész egység közelebb állt ehhez a bizonyos ideológiához, és mégis, amikor magyar érdekek voltak, mégis, amikor magyar sportoló állt fel a dobogó tetejére, akkor ott ezek az emberek hazafiak voltak. Tehát egyszerűvé tudtunk válni. Még az úgynevezett, hát mondjam úgy, hogy a másik oldallal is, tehát mondjuk a baloldal, vagy a baloldali gondolkodású emberek is egyé tudtak rendeződni. És én most valahol megtörtént ez a fajta kettősség, amikor ugye annak idején, amikor Egerszegi Krisztina győzött, akkor most, hogy Egerszegi Krisztina fölállt egy bizonyos dobogóra, akkor onnantól kezdve kijelentette Gönc Árpád, hogy akkor most nekünk tulajdonképpen megfeleződött az egérkénk, meg van egy jobb oldali, meg egy bal oldali, és akkor most már az ország bal része már nem szereti. Tehát ez egy furcsa dolog. Ennek nem szabadna, hogy megtörténjen, hiszen egy ország az egy egész test, az épp olyan, mint egy emberi test, van jobb és bal oldala, mind a kettő fontos. De mind a kettő valami alá kell, hogy rendeződjön, és ez a valami, ami alá rendezik, ez pedig a fej. Miért nem fordulhat elő, hogy először magyarok vagyunk, és csak utána pártagok? Hát itt a kérdés már magában hozza a választ is. Túl jó helyen van Európa kellős közepe, túl jó helyen van a Kárpát-medence túlságosan gazdag, és az a nép, amelyik végeredményben a Kárpát-medencét működtetni tudja, a világtörténelem erre nagyon szép példát adott, azt a népet úgy hívják, hogy magyar. Tehát megint csak ott tartunk, hogy minden magyar embernek tudnia kellene azt, hogy természetes hazáját, a Kárpát-medencét a világtörténelemben bizonyos népek egységben tudták tartani, működtetni tudták, nem csak saját maguk, hanem az emberiség javára is, és bizonyos népek, műveltségek, kultúrák, civilizációk pedig csak fel tudták szabdalni. Most bármennyire hihetetlen, de például a római kultúra, vagy a római civilizáció szerette volna elfoglalni a Kárpát-medencét, de nem tudta. Tehát legnagyobb erőfeszítéseivel is csak annyit ért el, hogy a Dunántúlnak túlnyomó többségét kiszakította, és ugyanakkor pedig, mint a lopakodó farkas vagy róka szépen a kert körül, úgy szépen megpróbált Erdélybe is beszivárogni. Ahonnan természetesen nyilvánvaló módon rövid időn belül kiverték őket. Aztán utána számot kell vetni azzal az eseménnyel, hogy a török sem tudta elfoglalni a Kárpát-medencét, gyakorlatilag csak egy középső részt tudott belőle kihasítani, és amikor nem magyar, ma így mondanánk, de ne ijedjen meg ettől senki, mert itt lelkületről, szellemiségről van szó, dominancia uralkodik a Kárpát-medencébe, akkor minden részeire esik szét. Na most, ha egy nép tudja az egységnek a titkát, ami azt jelenti, most az élő szervezet működésére vonatkoztatva, hogy az egészség titkának a letéteményese, akkor ez föl kéne saját magának is ismernie, hogy nem betegnek született erre a világra, hanem éppen azért, hogy mondjuk a beteg embereket gyógyítsa. Tehát itt most leginkább az a legnagyobb baj Magyarországon ebbe a hatalmas nagy téveigésbe, hogy mi oda akarunk fölzárkózni, ahova ténylegesen nem érdekes. Tehát egy egészséges lelkületnek beteges lelkületeket követni, ez a legnagyobb bűn és vétek. Tehát most már nem az a legnagyobb baj, hogy jaj, utat tévesztettünk, hanem észesen vesszük, hogy önmagunk és a világ ellen követünk ilyen felelőtlen téveigés révén, hogy úgy mondjam, el hatalmas és nem tiszta, és nem jó tetteket. És előbb-utóbb, hogyha nem tér észre a nemzet, akkor ez kegyetlenül vissza fog ráütni. És itt most már nem mentség az, hogy mennyi rosszat követtük el ellenünk, mert a himnuszban van egy ilyen tétel, hogy általad nyert szép hazád, bendegúznak vére. Na most, ha 15 millió magyar énekli a himnuszt, Kárpát-medencében 15 millió magyar van, jön a következő megint olyan tétel, amit Európa kellős közepén minden magyarnak tudnia kellene. A Kárpát-medence legnagyobb lélekszámú nemzete, mind a mai napig a magyar, akkor miért siránkozunk?
Tehát ha hagyjuk magunkat becsalni a siránkozás zsákutcáiba, engedelmet kérek, nem kell bemenni. Én tudom, hogy ennek van másik olvasata is, hogy nagyon kemény erőkkel pofoznak be bennünket, de azért engedtessék meg valami. Hogyha egy tanár, hogy itt András nagyon szépen jelezte, hogy gyakorlatilag itt kívülbelül probléma van, tehát ha egy tanár nem tudja azt, hogy a himnusz az miről szól, és ugyanakkor pedig éneklik a himnusz sporteseményeken, éneklik különféle ünnepi alkalmakon. Tehát ha én nem tudom azt, hogy az én hazám az mitől haza, akkor gyakorlatilag eljutottunk oda, hogy tényleg, hát árucikké kezd várni. Ugyanis általad nyert szép hazád Bendegúznak vére. Most ki volt Bendegúz? Attila királynak az édesapja. És a magyar történelemben két első király tartunk számon, mint hogy a magyar történelemben nem egy honfoglalás van, hanem kettő van. Az egyik honfoglalást, vagy éppen hon visszafoglalást nevezi minden magyar krónika úgy, hogy primus ingressus, tehát első visszajövetel. Tehát nem hon elfoglalás van, hanem visszajövetel van. Tehát saját hazánkba, ha érdemesek vagyunk rá, visszajövünk. Na most ennek az első visszajövetelnek a vezérlő szelleme és a főszereplője és a legmagasabb erkölcsi szintre Európát felemelő kiválósága Attila király volt. Ő a magyarok első királya. Zrínyi Miklós költő és hadvezérnek van egy epigrammája. Tehát hangsúlyozom, olyan embert szólaltatunk meg, aki nem, hogy úgy mondjam, tankönyvben olvasgatta a magyar történelemről itt koholmányokat és hazugságokat, hanem irányította a maga korában lehetőséghez mérten a magyar szabadság útját. És azért gondolom, tudjuk, hogy szabadságról ott lehet álmodozni, ahol én az őseimet ismerem, mert az őseim akarnak szabadok lenni egy ilyen rabszolgatartó társadalom felé haladó korban. Magunkat hiába szabadítjuk fel, mert nincs, hogy úgy mondjam, talapzat, amiről el tudnánk indulni. Tehát ha ismerem a múltat, felszabadítom a hazugságba vert és pofozott múltat, akkor leszek én a jelenbe szabad, független, és akkor jelenik meg a valódi emberszabású jövő, nem csak a magyarság, hanem az emberiség számára is. Zrínyi a következőket mondja. Én vagyok magyarnak legelső királya, én utolsó részül kihozója, én lehetek tehát magyarnak példája, hír és birodalmát, hogy nyújtsa szabjája. Kiről van szó? Attila királyról. Tehát Attila a magyarok első királya. És itt jön a drámai fordulat, mert Attila halála után Attila öröksége részekre hullik, és hogyha nincs egy kiváló fia neki, Csaba királyfi, aki riadóztatja az ázsiai őshazában, nem az európai, hanem az ázsiai őshazában lévő magyarokat, mert egyik őshazája a magyarságnak Európa kellős közepén van, ez a Kárpát-medence. Másik őshazája a magyarságnak, tehát nekünk nem egyik vagy másik őshazánk van, itt egy ikertörténeten indul el a magyarság kezdete, hunor és magyar. Ázsia szívében is van egy őshaza, ez a Tarim-medence, és a két őshaza között pulzál, lüktet, árad az emberiség történelme. Na most Csaba királyfi mozgósítja az ottani magyarokat, és nagyon szépen fogalmazzák meg a magyar krónikák, hogy Bendegúzt. Tehát megint a himnusz, hogy amikor mondjuk valaki föláll a dobogó tetejére, és neki megszólal a himnusz, neki a népe történelme is megszólal. Mert minden magyar krónika elmondja, hogy Csaba királyfi, aki nagyon fiatal, és Attilának legkisebb, legnagyobb reménységgel megáldott gyermeke, Bendegúzt, Attila édesapját, vagyis az ő nagyapját még életben találja. Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. És a nagyon öreg ember, aki nagyon bölcs, és a nagyon fiatal ember, aki tele van tetterővel, összefog. Összefog a múlt, és összefog a jövő. A fiatal a jövő, az öreg a múlt, és ahol ez találkozik, ott születhet meg egy nemzethez méltó jelen is. Így jönnek másodszor vissza a magyarok Attila király örökébe. Mert általad nyert szép hazát, Bendegúznak vére. Tehát mi nem hont foglaltunk valaki rovására,
hanem az emberiség javára vettük vissza Attila király örökségét. Nem részekre szabdaljuk a Kárpát-medencét, hanem egységében működtetjük. És a második bejövetelnek van egy erkölcsi hozadéka, amikor egy nemzet olyan magas lelki, szellemi erkölcsre szintre jut, hogy eléri saját küldetésének legmagasabb rendű megnyilatkozását, koronát kap. Most a magyarok első koronás királya olyan értelemben koronás, hogy akit a Szent Koronával koronáztak meg, az már Szent István király. Tehát amikor mi Szent István királyról beszélünk, akkor arra kéne odafigyelni, hogy Szent István korában az nem volt probléma, hogy hogyan kéreckedjünk be Európába, mert itt van Európa szíve, belseje, veleje. Tehát innen már csak ki lehet menni. Ha nyugatra megyek, akkor középről elmentem nyugatra. Az már nem a központnak, a teljességnek a sűrítményét adja. Ha északra mozdulok ki, akkor már tulajdonképpen Európából egy részt kapok, az északi részt. Ha keletre mozdulok ki, akkor a keleti részt kapom meg. Ha délre mozdulok ki, a déli részt. Hol van a teljesség? Természetesen ott, ahol a közepe van a világnak. Most természetesen ez egy patetikus kijelentés. És amit Szent Istvánban nekünk tisztelni és becsülni kellene, az pontosan az, amire nem hajlandók odafigyelni, hogy neki tulajdonképpen két nagy, hatalmas nagy tette van. Ő nem állam alapító. Hát hangsúlyoznom kell, hát hogyha Szent István alapította volna a magyar államot, hát én nem is tudom, hogy lehet ilyen butaságokat mondani. Hát eleve szervezett államban és társadalomban él már a magyarság, a hunorról és magyarról szó volt, és az első királyokról. Tudni kell, hogy van a világnak is első királya. A világ első királya pedig Nimród. Tehát ébredjünk föl. Tehát így indul a magyarság történelme. Nem valahol bekapcsolódunk a történelembe, hanem gyakorlatilag szinte a legősibb múlttal tudunk élni, és nagyon jó lenne, hogyha ezzel olykor tudnánk is élni. És itt jön a Szent Istváni térítés és fordulatnak a lényege, hiszen megjelenik a korona. Tehát Szent István király a koronát jelenti a nemzet számára. Tehát a magyarság küldetése innentől kezdve nem vezéri, fejedelmi szinten megy tovább, hanem a koronának a szintjén. És ő ezt a Szent Koronát 1038-ban, augusztus 15-én felajánlja Szűz Máriának. Tehát mi kötődik Szent Istvánhoz? A Szent Korona küldetésének elindítása, az első olyan királyunk, akit a Szent Koronával megkoronáztak, és innentől kezdve, mivel ő felajánlja ezt a koronát pályafutásának végén Szűz Máriának, hát nem árt tudni azt, hogy Magyarországnak van királynője is, és ez Szűz Mária. Na most engedelmet kérek, mert lehet itt ugrabugrálni, hogy hova zárkózzunk föl, na de mutassunk még egy olyan országot ebben a korban, aztán, hogy a barokk korban már hol, hány országot ajánlanak fel Szűz Máriának, ebből a szempontból érdektelen. De azért engedelmet kérek, amikor a kereszténység Európában elkezd erősödni. Érdekes módon nem a pápai állam lesz Szűz Mária országa, és nem a pápai államnak lesz Szűz Mária királynője, nem a német-római császárságnak, nem Bizáncnak, hanem Magyarországnak. Na most, ha felajánlja Szent István a koronát Szűz Máriának, akkor itt még két esélyes a dolog, mert vagy elfogadják, vagy nem fogadják el. Tehát én ezt a papírlapot ajánlgatom fölfele a műsoridő végéig, vagy a világ végezetéig, és akkor mi van? De Szent István Szent Koronáját, és az, hogy Szűz Mária legyen Magyarország királynője, ez Szűz Mária, természetesen itt most a szavak korlátot szabnak a lényegi lehetőségek értelmezésének, de ezt elfogadja. És itt válik izgalmassá az ügy. Mert ha Szűz Mária Magyarország királynője, és minden egyes Mária himnuszban nekünk édesanyánk, akkor jön a következő kérdés. Ha Szűz Mária nekünk édesanyánk, teljesen mindegy, hogy eszmei szintű édesanyánk, akkor ki nekünk Jézus Krisztus? Nyilvánvaló módon testvérünk. És végeredményben ez a küldetés fogalmazódik meg a magyar Szent Koronában. András, miért nem így tanítják az egyetemen? Vagy így tanítják? Hát az egyetemen nem így tanítják.
Nem csak az egyetemen nem itt tanítják, hanem már az általános iskolában sem itt tanítják. Kinek a küldetéstudata lenne az, hogy megismertesse egyáltalán a magyarok eredetét, a magyar történelmet a magyar néppel? A papoké, a politikusoké, vagy kinek a feladata, felelősség? Azt gondolom, hogy legyen egy pont, ami a miénk. Azt gondolom, hogy mindannyiunké. Ugyanis amikor az előbb fölmerült ez a kérdés, hogy testvérünk, tehát azért azt kell tudni, hogy most akár hogy is nézzük, de azért Magyarországon még mindig csak a kereszténység az, amelyik az államvallás. Na most ez azt jelenti, hogy az embereknek, vagy a gyerekeknek a jó része az megy első áldozni, sőt, hát vasárnaponként sok ember megy áldozni. Na most, amikor áldozunk, akkor tulajdonképpen Krisztus testét vesszük magunkhoz. De azért azt tudni kell, és ezt a hittamba azért ezt így el lehetne mondani, hogy akkor, amikor az utolsó vacsoránál, amikor Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, a kenyérre azt mondja, ez az én testem, a borra azt mondja, hogy ez az én vérem, akkor ugye is magyar nyelven van egy olyan közmondás, hogy azzá válsz, amit eszel, akkor a magyar nyelv gyönyörű szépen kihozza azt is, hogy mivé válunk akkor? Test vérré. És kinek a test vérévé? Nyilvánvaló, hogy Jézus a testvérévé. És akkor el lehetne kezdeni azon gondolkodni, a környező népeknek a nyelvén, hogy ez ilyen módon megfogalmazódik-e. És akkor rájövünk arra, hogy nem. Ez csak magyar nyelven fogalmazódik meg. És nemrégiben pont Lajos egyik előadásán lehetett hallani azt, és ő világította arra rá, hogy azért is egyáltalán ez az egész, hogy ez a bor, ez az én vérem. Hogy ez milyen népeknek a kultúrában van ez? Hát mi ez, ha nem vérszerződés? Most mi tudjuk azt, hogy Magyarországon, ugye amikor ide bejöttek a magyarok, akkor a hét törzsnek a vezére vérszerződést csinált. Most ez annyira elterjedt volt? Azt gondoljuk, ez annyira elterjedt volt abban az időben, hogy állandóan borba vagy vízbe vért csöpögtettek? Kik csöpögtettek vért? Hát nyilvánvaló, hogy magyarok. És kiderül, hogy a történelemre visszamenőleg, hogy nagyon-nagyon kevés, és tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés népcsoport az, amelyik ilyen módon kötött szerződést, és egyre viszont biztosan tudjuk, azt kitanítek. Na most, hogyha Jézus tulajdonképpen vérszerződést kötött, és hát azért akkor el kell gondolkodnunk, hogy akkor ő hova tartozik, kinek a fia, milyen minőséget képviselünk itt a világban, kinek a nyelvét beszélünk, milyen nyelvet beszélünk. Itt vagyunk ugye Európa közepén, amit szétszaggattak? Szétszaggattak. Megbüntettek? Megbüntettek. Miért büntették meg? És rájönk a semmiért, mind a mai napig nem értjük, és ez az egész világnak egyébként ez probléma, nekünk meg nagyon nagy probléma, nem tud elszámolni a világ ezzel, hogy tulajdonképpen miért bűnhődnek a magyarok mind a mai napig. Akkor, amikor a németek már régen összejöttek, amikor már Jugoszlávia már régen nincsen, a magyarokat mégis miért büntetik? És kik büntetik? Talán a magyar vezetőink az okai elsősorban. Ez a világ oka. Nekem az a véleményem, én ezt úgy érzem, hogy ha ismerve a körülményeket, hogy a világ valamilyen szinten összefogott egy nép ellen, valamilyen szinten összefogott egy minőség ellen, amit hogyha egy másik szempontból nézünk, azt lehet Jézus Krisztusnak mondani, aki kiállt, ártatlan volt, bűntelen volt, és mégis bűnösnek kiáltottak ki, és kiáll egy nemzet, és ott állnak, ott nemrégiben a múlt héten voltunk Trianonban, ott voltunk abban a teremben, ahol ezt megcsinálták, ahol bűnösnek kiáltanak ki egy ártatlan nemzetet, az egész világ asszisztálásával. Volt egy-kettő, amelyik még nem írta alá, hát az még mondjuk. Na tehát egyáltalán. Akkor érzünk valami fajta párhuzamot. Akkor érzünk valami fajta olyan erőt magunkban, hogyha ezt tudjuk, hogy akkor elviseljük ezeket a mostani megpróbáltatásokat is. Na most lehetséges, hogy ez valakiknek az értekeit sérti, lehetséges az, hogy valakiknek igen-igen nem tetszik az, hogyha ilyen szinten megvilágosodik a magyarság, rájön öntudatára, ébred. Itt az a legfontosabb az egész, hogy ébredjen öntudatára. Abban az esetben, hogyha a magyar nép, ha a magyar gyerekek, hogyha mindenki úgy, ahogy van, rájön arra, hogy kik vagyunk mi, és ez nem azért, hogy mások ellen, hanem a saját érdekében, a saját, és egy valamifajta mellett teszi le ezt az öntudatot, akkor abban van fejlődés. De nem tudják, nem ismerik. Hát ez a legnagyobb probléma. Ezért vannak ezek. Ugye, mert hogyha a hitről beszélünk, a kereszténységről, hát mikor mennek az emberek templomba? Keresztelőkor. Ne vagy Isten, temetés után. Maximum a szentmisére. És mikor használják azt, hogy ja Istenem, amikor már reménytelen a helyzet. Saját
tragédiája előtt áll, akkor fohászkodik. Tehát akkor, amikor már teljesen tehetetlen, akkor beugrik, hogy talán ez az utolsó esély. Igen, és ezzel kapcsolatban hagyd mondjak el két dolgot. Az egyik az, hogy nemrégében ebben az évben több alkalommal is nyílt arra, hogy Európában legyek, és ott Brüsszelben mondta el az idegenvezető, hogy nagyon nagy gondok vannak, mert néhány templomban motorkerékpár és kerékpár parkolót létesítettek. Tehát nem a templomkertben, nem a templom előterében, hanem magában a templomban. Kiüresednek a templomok. Most, mondom, múlt héten Franciaországban voltam, azt tapasztaltam egy nagyon jeles párizsi templomban, hogyha én oda bemegyek, ez teljesen elüzleti esetett az egész. Már azt lehet látni, hogy üvegkalitkában történik a gyónás, és hogyha én ezt végig akarom nézni, akkor azt láttam, hogy ül ott egy pap, vele szemben ül, aki gyón, én meg kívülről nézem az egészet, mint egy látványt, különböző automatákba dobálhatok be különböző pénzeket, megváltásnak ennek, annak, amannak, és akkor elgondolom, és egyébként ezt mindenkinek javaslom, ha van egy bizonyos helyzetbe, hogy és tanástalan, nem tud ezben a kérdésben hogyan dönteni, akkor mindig gondolja el, hogy Jézus ebben a helyzetben mit tenne. Ő hogy viselkedne? Most itt lenne közöttünk, hogy viselkedne? És akkor én elgondolkodtam ott a templomban, hogy mit tenne. Hát szerintem ott úgy repültek volna ott ki ezek az emberek, hogy nagyon. Tehát hitetlenné vált a világ. És tulajdonképpen mi történt a középkorban? Kivédte meg végül is a kereszténységet. Hol ettől, hol attól, hol attól. Mindig a magyarság volt az, amelyik megvédte. Tehát van valami fajta, hát hogy lehet mondani, küldetésünk itt ebben a világban. De hozzáteszek még egy dolgot. A világnak úgy gondolom, hogy kétféle felfogása van. Most itt az egész világról gondolok. Az egyik az, amelyik egy Isten, egy teremtői közegbe gondolkodja, tehát egy teremtői világot gondol el, Isten teremtette világ. Mondjuk ezt lehet azt mondani, hogy ez, amelyik Istenhez közeli gondolkodás. A másik pedig elveti. Ő ott másféle, mondjuk ezeket az ateisták. És hogyha ezt én egy kicsire vetítem le, tehát itt mondjuk Magyarországon, akkor én azt tapasztalom, hogy végül is itt nem jobb oldalról meg bal oldalról kell, hogy beszéljünk, vagy legalábbis megfogalmazhatjuk ezt másféleképpen is a következő módon, hogy vannak olyanok, akik ateisták. Majdnem, hogy azt mondom, hogy az ateisták azok mind úgy érzem, hogy azok nem nemzeti gondolatokban gondolkodnak. És vannak olyanok, akik, ha nem is azt mondom, hogy Isten hívők, de nem ateisták. És érdekes módon ezeknek mindig van valami fajta a nemzethez, a nemzetiséghez, valami fajta olyan az országhoz, a hazához van valamilyen köze. És hogyha végül is, hogyha az ember ezt egy kicsit megint fölnagyítja, akkor vannak azok, akik nemzeti érzelmekkel gondolkodnak, nemzetben gondolkodnak, és van a másik pedig ez, amelyek a globális dologba gondolkodnak. És tulajdonképpen akkor ez nagyon szépen át lehet akkor ezt fordítani, hogy vannak olyanok, akik nemzetben gondolkodnak, ezek azok, akik mondjuk úgy, hogy nem ateisták, és vannak az ateisták, ezek viszont globalizáltan gondolkodnak. Minden egyforma, minden egyenlő, mindennel, és ez a úgynevezett demokratikus. Ami egyébként már a világegyetemben sincs így. Talán az értékek, nem tudjuk, hogy milyen értékek mentén, ha már az érzelmeket is elveszik tőlünk és kiölik belőlük. Mi újság itt a hat, hogy látjátok a határon túli magyaroknál? Ugye, mert nekik kellett kötődni valahova. Valahova tartozni kellett, ugye, miután elszakadtak az anyaországtól. Ott a vallás, a templom, a papok, tehát volt egy kapocs, ami összetartotta őket. Nagyobb magyarok, mint az anyaországban élnek? Hát én hosszú-hosszú idő után már én bejártam az egész világot, ugye a sport lévén, amikor is eljutottam Erdélybe, és az első, ami engem hát furcsa módon érintett, az, hogy ott ugyanolyan magyarul beszélnek, mint ahogy mi. A másik, ami megint csak érdekes volt, hogy bár én jártam, mondom, külföldön elszakadt hazánk fiai, tehát Amerikától, Ausztráliától kezdve minden, ahol szintén azt érezte az ember, hogy ezek azért magyarabbak, mint mi, na de tehát itt az úgynevezett határon túli magyarok még azoknál is nagyobb magyarok voltak. Hihetetlen hazaszeretet van bennük, hihetetlen nemzeti öntudat van bennük. És hát természetesen a hit is más. Tehát az, hogy magyar szerepel, összetartja őket. Összetartja, ez a szó, hogy én oda tartozom. Erősíti őket. Tehát ez egy kötődés. Ezt én biztosan veszem, hogy vannak olyanok, biztos, hogy persze erre példákat is lehet mondani, akik valamilyen oknál fogva elhatárolódtak ettől, de hát egyszerűen ezek megfélemlíthetett. Nagyon pontosan lehet tudni, hogy
Romániában úgy csináltak választásokat, hogy azt kellett beírni, mert különben különböző juttatásokat nem kaptak meg, tehát egyszerűen elcsalták a magyarságot, nem csak Romániában, hanem Szlovákiában, tehát másutt is vannak ilyenek. Tehát én azt éreztem, hogy tehát az ember kézzel fogható, a bőrén érzi azt, hogy mi az, amikor ott hall magyar beszédet az ember, mi az, amikor ott nemzeti érzelemről beszélünk, és van még egy nagyon fontos dolog, amit persze mindenki tanult történelmet, mindenki tudta ezeket a trianoni elcsatolásokat, stb. De ott megérzi, ott meglátja, hogy mit vettek el Magyarországtól. És egyszerűen én azt mondom, mindenkinek el kell menni ezekre a területekre, és látni kell a saját bőrén tapasztalni, hogy milyen embereknek szánták ezt a sorsot, hogy milyen emberekkel műveli ezt a világ, hogy így elszakítja, és mit vettek el Magyarországtól, döbbenetes. Egészen másféleképpen hat az emberre, mint hogyha csak ránéz a papírra, és látja azokat a bizonyos elcsatolt országrészeket. Az anyaországon belüliek mennyire változtak meg? Ugye állandóan mondják, hogy fogy a magyar, ugye megváltozott maximálisan az életünk. A hitről beszélünk folyamatosan. Mennyire van hitünk, mennyire van hite a mai magyaroknak. De hogy is élünk mi, ugye? Az abortusz révén közel 9 millió magyar gyereket öltek meg. Tehát milyen világképünk, milyen jövőképünk lehet nekünk ezek után, ugye, hogy el tudjuk tartani, hogy ezzel a mai világra neveljük őket? Hát én azt gondolom, hogy mielőtt az emberi ítéletet mond, először is tartson önvizsgálatot. Én most önvizsgálatot tartok. Hova szerettem volna én annak idején menni? Nem Kelet-Európába, hanem nyugatra. Farmer nadrágot viseltem. A nyugati zenét szerettem. Tehát az emberben én magamban, hát mindnyájunkban nyugati autót szeretne az ember, tehát vonzódott az ember nyugat fele. Nekem, tehát Amerika, vagy volt is Magyarországon, ez már Amerika, tehát ez, hogy Amerika fele. Tehát igenis, hogy bennünk, magunk akartuk ezt tulajdonképpen, hogy nyugat felé nyitni. Többre becsültem az angol nyelvet, vagy egy más nyelvet, mint a magyar. Én is azt gondoltam, hogy hát a magyar annak ideje még ugye, amikor a 600-as években már nem tudom, Kínában már milyen fejlett volt az, meg hogy az angol polgári forradalom. Hát ezeket magam így éltem meg. Az egy más kérdés, hogy egy bizonyos idő után az embernek kinyitottak valamit, egy ablakot az agyában, vagy valami, és akkor rájött arra, hogy gyerekek, miről beszélünk itt? Hát egész más a helyzet. Tehát mindenjükünk beleesett ebbe a csapdába, miért ne esnének bele azok az emberek, akikről, hát akár melyik rádiót, televíziót kinyitom, hát ez ömlik belőle. Pedig csak egy dolgot kellene, nyugatról mi várható? Hát ott, ahol a földre az egyedüli olyan dolog, ami mindent kivétel nélkül mindenkire hatással van, de ez pedig nem más, mint a napfénye. Attól van hideg, meleg, attól van sötét, stb. Tehát, és mi történik nyugaton? Lemegy a nap. Tehát ott nyugaton ott a halál van. Ott vége van mindennek. Keletről kapjuk a fényt, keletről kapjuk az új életet, keletről jön be. Tehát akkor mi nézhetünk nyugat felé, de ott állandóan csak majd mindig azt fogjuk látni, hogy minden megy le. Nyilvánvaló, hogy vannak ott, persze, hogy vannak értékek, tehát ez nem lehet leírni, hogy na ott akkor ott semmi, de azért bizonyos dolgokra azért alapvető kérdéseket tisztában kell lenni. Most én azt várom, hogy mondjuk egy olyan országban, mint amilyen a miénk, ami ugye Európa közepén van, egy olyan nyelvvel, amilyen a miénk, amelyik egy mellérendelő szerkezet, bármit úgy fogalmaz meg, csak ezt nem tudjuk, mert használjuk ezt a nyelvet, úgy fogalmaz meg, hogy egyenlő velem szembe. Viszont a környező népeknek, ez a bizonyos indoeurópai nyelve pedig egyértelműen alá fölé rendelő nyelv viszony van, hogy ő valamikor is rám úgy fog tekinteni, hogy egyenlő partnere. Soha az életben azért nem, mert a nyelvében sem tudja ezt megvalósítani. Tehát Magyarországot, meg minden egymást is, tehát nem csak Magyarországot, mindig egymást is alá fölé rendelt viszonyban nézi. És tulajdonképpen így működik az ő élete. Nem tud másképp gondolkodni, nem azért, mert rossz, hanem azért, mert a nyelve ezt tudja. De az én nyelvem nem ezt tudja, az én nyelvem más tud. Én úgy tudok nézni a világra, hogy testvérem, én úgy tudok nézni az egész földre, hogy egy élő szervezet. És végülis, és így is kell, hogy viselkedjek, és ebben az esetben akkor megmarad a föld. Hát most nem csak arról van szó, hogy most itt a magyarság megmarad, meg hogy a Magyarország megmarad, hát most már lassanként arról van szó, hogy egyáltalán a föld megmarad. Hát a föld, mint bolygó nyilván meg fog maradni, de a földön lévő élet. És hogyha én azt mondom, hogy Isten a saját képére formálta az embert, és ez a bizonyos élet az, amelyik innen el fog pusztulni, hát akkor, és nekem van nyelvemben, kultúrámban lehetőségem arra, hogy ezt én megvédjem, hát akkor nekem ez feladatom. Akkor nem lehet azt mondani, hogy hát igen, mert ők olyanok voltak.
Na de hát, ha neked volt a kulcs a kezedben, akkor neked kell, hogy ezt megvédjed. Legalábbis bizonyos időben fölhívni az emberek figyelmét arra, hogy milyen kincs van a kezünkben, hogy milyen feladatunk. Ez jó lenne, hogyha mások is így éreznék, ugye, mert Gyurcsány is említette meg is olyan régen, hogy ő nem érti, hogy itt egyesek miért szemkoronáznak annyit. Kapcsolódási pont, térjünk vissza a koronához. Mennyire ismerik a magyarok? Történt-e valami közvéleménykutatás, vagy mit tudnak egyáltalán a Szent Koronáról? Kapcsolódva az eddigi mondatokhoz, ténylegesen érdemes arra felfigyelni, hogy ránk most jelen pillanatban nyilván erőszakos módon, tehát ahogy mondani szokták, minden ilyen anekdotikus megnyilvánulás, amit viccnek szoktak nevezni, hát minden újszületnek, ezek újdonságok. De az ember úgy végigpörgeti az életét, ahogy itt már erre történtek jelzések, tulajdonképpen ugyanazzal a néhány hazug mondattal ámítják nemzedékről nemzedékre az emberiséget, tehát a mai világban sincs semmi újdonság. Csak abban mutatkozik meg valami változás, hogy a nemzedékek közé még határozottabb éket vágtak, hatalmasabb falat építettek. Tehát a mi nemzedékünk hiába mondja az újaknak, hogy hát ide figyelj, az a helyzet, hogy az ötágú csillag, akkor is ötágú csillag, ha sárga, akkor is ötágú csillag, ha vörös. Az unió, akkor is unió, ha a Szovjetunió vagy Európai Unió. Nekünk annak idején úgynevezett szovjet háborús filmeket kellett nézni, ma éjjel-nappal amerikai háborús filmek vannak minden csatornából, az ömlik. Tehát, hogyha egy kicsit úgy mondjuk legalább ilyen szinten el lehetne gondolkozni, akkor jöhetne már a következő felismerés, hogy bennünket olyanok rángatnak mindig valami kényszerhelyzetbe, akik tulajdonképpen mindig más népek rovására szerezték meg a vagyonukat vagy hatalmukat. Tehát, hogyha Európa nyugati felén nem a gazdaság dübörög, hanem más népek rabszolga szíjra hajtása, akkor ezt látni kell. Nem saját tehetségükből váltak ilyen tűzijáték technikai civilizációt felmutató néppé, hanem nem szabad elfelejteni azt, hogy Mátyás király halála 1490-ben van, 1492-ben megtörténik a Közép-Amerikába a partra szállás, és mire eljutunk mi 1526-hoz, addigra 10 millió asztékot mészároltak le. Na most minek a nevében mészároltak le 10 millió asztékot? Aztán mire ocsodunk, rabszolgaszíjra fűzték mondjuk Afrikát. Mire ocsodunk, lemészárolnak 40 millió észak-amerikai indiánt. Mire ocsodunk, Atahualpát, az utolsó inkát, akinek megígérik, papok társaságába ígérik meg, hogyha fölveszi a keresztény vallást, akkor megkegyelmeznek neki. Atahualpa az inka, a napfia, hát miért ne venné föl? Hát Jézus saját magáról mondja, hogy én vagyok a világ világossága. Hát Atahualpa ismeri a fényt a világba. Ennek Jézus a neve, emberfiának hívják, világ megváltója, ennek örülni kell. És itt jön a drámai fordulat, ő fölveszi a kereszténységet és felakasztják teljesen nemtelen módon. Mire eljutunk 1526-ra a Mohácsi csatamezőre, addig Észak-Indiában az utolsó Hun dinasztiát, Fehér Hun dinasztiát dönti meg az iszlám invázió. Tehát valamire figyeljünk fel. Gyakorlatilag, amíg rendeltetésszerűen működik Európa kellős közepe és Magyar Királysága neve, a Föld nevezetű bolygó levegőhöz jut. Ébredjünk már fel végre. És amióta, hogy úgy mondjam, a magyarság világtörténelmi szerepét megpróbálják kiiktatni, az gyakorlatilag az egész világra hatást gyakorol. Mert a magyar társadalom az nem, hogy úgy mondjam, hűbér társadalom volt, tehát ez megint aláfölé rendelt, csak a rendi társadalom. És a magyar Szent Korona országai, azok társországok voltak. Tehát gondolom mindannyian tudjuk, hogy a magyar Szent Korona részeihez, Magyar Szent Korona az nem csak Magyarország tartozik szorosan, hozzátartozik Horvátország, hozzátartozik Dalmácia, hozzátartozik Szlavónia, hozzátartozik Ráma, ez Bosznia, Szerbia,
Bulgária, Lodoméria, Halics és Kunország. Távolabbról már nem is nevezek meg országokat. Igen ám, de mivel a Magyar Szent Korona szerves részei voltak minden időben, egyébként nyilvánvaló módon ma is, mert senki nem szüntette. Ezt a horvátok deklarálták is. Így van, benne van az, benne alkotmányokban. Van az alkotmányokban. Persze, hát ugye, ezeket a magyarban tudni. Nincs, a horvátéban benne van. Tudni, hogy innen érthető az, ami a korabeli, úgymond feudális Európában is páratlan volt. Itt nem arról van szó, hogy Magyarország meghódít más népeket, hanem társként emeli őket maga. Tehát gyakorlatilag államalapító társnemzet. Így van. És abban a pillanatban veszélyben van, mert ezt mi már nem tudjuk, de azért volt itt egy Hunyadi János. Hát majd nézzük meg, hogy Hunyadi János török ellen indított háborúi, azok melyik területeken történnek. Bent vagyunk Bulgáriába, lent vagyunk úgymond Szerbiába, ott vagyunk Boszniába. Miért? Mert a Magyar Királyság kötelességének tartotta azt, hogy a rábízottakat élete árán is megvédelmezze. Na most nem csak, hogy úgy mondjam, ilyen típusú történelem koronázó tényező a Magyar Szent Korona, hanem a Magyar Királyságnak van egy nagyon érdekes státusza, apostol királyság. Tehát megint csak visszatérünk ez a bizonyos Szent Istváni térítéshez és fordulathoz, mert megint csak az ember elképed azon, hogy ezt egyházi vezetők is éppen úgy bagatelizálják, mint mondjuk a hivatalos történelemtudomány képviselői. Mintha minden második királyság Európában apostol királyság lett volna. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy maga római pápa által kanonizált Szent István legendában szerepel egy olyan mondat, amit maga római pápa üzen Szent István követeivel a magyar királynak. Tehát Szent István követei Rómában vannak, és a pápa a következőket mondja. Mondjátok meg uratoknak, hogy én csak apostoli vagyok. Ő viszont a ti uratok, méltán Krisztus apostola, ha Isten annyi népet térített meg általa. Tehát nem Szent István térítgették, ébredjünk már föl, apostolt, apostol királyt mikor lehetett térítgetni. Most képzeljük el azt az anomáliát, vagy nem is tudom, drámai fordulatot, természetesen most az időt összehúzzuk a hasonlat kedvéért. Rómából elindul az Intercity, megérkezik a Genezáreti tó partjára, ott néhány hitbuzgó hittérítő kiugrik a vonatból, és elkezdik a Genezáreti tó partján sétálgató apostolokat térítgetni. Nyilván abszurdum. Na most ilyen abszurdum az, hogy a Szent István kori magyarságot idegen hittérítők térítették meg. És ilyen abszurdum az, éjjel-nappal azt állítani, hogy itt felzárkózás történt. Hát ismeretlen Európában az apostol királyságnak a státusza. Tehát ha a római pápa, és Szilveszter pápát nem nagyon szokták augusztus 20-ai hazugságbeszédeken emlegetni. Gondolom érzékeik, augusztus 20-a gyakorlatilag nyilvános lehetőséget biztosít arra, hogy akár államvezetői közjogi méltóságok olyan ordináris ületlen butaságokat mondjanak, hogy ez valami elképesztő. És úgy tűnik, hogy most már a saját történelmünk ezt kezdi megunni. Hát most már két alkalommal az augusztus 20-ai ünnepségek egy kicsit nem úgy telnek, mint ahogy eltervezték őket. De ezzel most nem kívánok különösebben foglalkozni. De egy gondolatot csak augusztus 20-án. Mit ünneplünk augusztus 20-án? Na most nagyon egyszerű a tétel. Azt a pillanatot ünnepeljük, amikor Szent László király, tehát még egyszer ismétlem, Szent László király szentéavatta Szent István király. Tehát ez Szent István szentéavatásának ünnepe. Ez nem az államalapításnak az ünnepe, hanem ez egy szentéavatásnak az ünnepe. És a komolyságát ez az alapítás az határozza meg, hogy viszont innentől kezdve nyilván megvan ennek a magyar történelemben az előzménye, a magyar nemesség évről évre Fehérváron, tehát a legtisztább, legszentebb, legfényesebb szakrális központjának az országban, tehát erről a központról van szó, itt mindig a Szent Király napján jelenik meg. Tehát gyakorlatilag egy olyan ünnepet ünnepelünk, és ezzel él vissza a világi hatalom, mert ilyenkor a nemzet
ha kihirdetik, ha nem hirdetik ki, lehet érzékelni, hogy most már közeledik az ősz. Vége van annak a gyönyörű, hogy úgy mondjam, fényes időszaknak, de egy éven belül még mindig fényes, még mindig több a hő és a fény. Igen ám, de már számot kell vetni. És ilyenkor a fényt hozza össze a magyarság a történelmi időkben az augusztus 20-ai országgyűlése. Tehát ez a nemzet életének nem ilyen, azt kell mondani, hogy ilyen cirkuszos, debiles mókázása és szórakoztatása, hanem érett emberek számot vetnek az elmúlt esztendővel, hogy mit éltünk meg. De tényleg visszaszaladva és rögzítve és egy mondatba érzékeltetve, hogy ez mit jelent egy apostol királyi státusz, ez azt jelenti, hogy apostol királynak nevezzük azt, akit a magyar szent koronával megkoronáztak. Most a magyar szent korona működésrendjének van egy olyan sajátossága, hogy az az uralkodó és az az ország és az a királyság, ahol a magyar szent korona működik, az nem alávetettje sem más világi és semmiféle egyházi hatalomnak. Csak a magyar királyság nem a hivalkodásnak a királysága, hanem az úton járásnak, a küldetés beteljesítésének királysága, aki tehetséges, nem döngeti naponta a mellét, hogy milyen tehetséges vagyok, aki tehetségtelen, állandóan törekszik, állandóan a mellét döngeti. Most ezzel él vissza a modernkori história, hogy mi soha nem dicsekedtünk azzal, hogy mi nem az utója, nem a, hogy úgy mondjam, felzárkózói vagyunk, hanem példamutatói vagyunk Európának. És bármennyire hihetetlen, ha ezt a római pápa mondja, hogy én csak apostoli vagyok, de uratok Krisztus apostola, akkor föl kell arra figyelni, ami rendkívül fontos tétel, hogy a római pápaság a Szent Péternek a székhelye. Tehát Vicarius Petri, ez tulajdonképpen a római pápa méltóságát jelenti. Tehát ő Szent Péter földi helytartója, ott van Szent Péter széke, Szent Péter küszöbe, ez egy apostol fejedelemségig viszel. Na de Péter fölött még van apostol. Az apostol azt jelenti, hogy küldött, apostolos azt jelenti, hogy küldött. És amikor az atya elküldi a fiát, akkor tulajdonképpen a fiú az atya apostola. Ezért mondják az apostolok az apostoli levelekbe, hogy a főapostol az maga Jézus Krisztus. És a Szent Koronával jelzett magyar királyság Archi Regnum volt, tehát fő királyság. A múlt idő az mindig csak ébresztő jelleggel szolgál. Tehát annyiféle jog és annyiféle szép, tiszta, valódi becsületet igénylő hatalom összpontosul a magyar Szent Koronába, amit nekünk ma is meg lehet becsülni, hiszen a Szent Korona közöttünk van. Élő, eleven, hatékony módon van közöttünk. És gondolom tudjuk, a világtörténelem nem tart számon még egy olyan országot, tehát eleve még egy olyan ország nincs, ami apostoli státuszban működik. De nincs is olyan ország, amelyiknek szent a koronája, tehát megkapja a szent jelzőt. De nincs még a világtörténelemben olyan ország, amelynek királynője éppen Szűz Mária. Akkor most hiányosságaink vannak, vagy töbleteink vannak? És ennek nyilván ma is van üzenete, mert itt egy élő múltról van szó. András, gyakran részt vesztek Szent Korona szertartásokon. Mi történik ott? Még mielőtt ezt elmondom, egy gondolatot hagyd mondjak el, mert ami gyönyörű szépen kijön megint csak a magyar nyelvben. Tehát amikor két ifjú pár összeismerkedik, szerelmes lesz egymásba, eleve már ugye az már megint csak egy kérdés, hogy a puszi és a csók az hogyan nyilvánul meg mondjuk a magyar nyelvben, még esetleg a angol vagy ezek az indogermán nyelvekben, de a szeretet és a szerelem is. Tehát azért azt mindenki érzi, hogy más az, hogy valakit szeretni, meg más szerelmesnek lenni. És hogyha ez valóra válik, és a legmagasabb hőfokon történik ez a bizonyos szeretés, és szerelmesek lesznek, akkor következik a házasság. És akkor kit keres a férfi abban a nőbe? Ki az neki? A menny asszonya. És ki a menny asszonya? És a menny asszonyának, és a menny asszonynak ki a férfi? Az ura. És ki az úr? Tehát, hogyha ilyen minőségek csatlakoznak, és ez a magyar nyelven megvan, akkor az a fajta házasság, annak olyan ereje van, akkor itt lehet érni, hogy mi köré szerveződik egy magyar család, a magyar ház, a magyar haza.
Kedves nézőink, gondoltunk erre valaha? Így. Hát ez benne van a nyelvünkben, hát kéne. Most már ezek után gondolkodjunk így. Tehát a koronaszertartások. Van, úgyhogy a szertartásokról régyűen kedves. A koronaszertartások tulajdonképpen Pap Gábornak az elképzelése alapján jöttek létre, és mégpedig azért, mert a koronázás maga egy beavatási szertartás. Az arra méltó, nagyon magas, erkölcsi és mindenféle emberi szinten lévő, tehát nem lehet akárkit megkoronázni a magyar szent koronával, beavatni a magyar szent koronával, erre nagyon erősnek kell lenni ennek a személynek. Tulajdonképpen egy beavatási szertartáson megy keresztül, és lesz a magyarságnak Magyarország apostol királya. Igen ám, de ahhoz önmagában a király nem tud hatalmat gyakorolni, ehhez neki szüksége van a nemzetére. És ahhoz, hogy most jelen pillanatban nincsen olyan, nem ismerünk olyan személyt, akit ilyen módon be lehetne avatni. Viszont a nemzetnek igenis, hogy emelkedni kell, a nemzetnek avatódnia kell, a nemzetnek föl kell ismerje a saját értékeit, és úgy gondoljuk, hogy pontosan a Szent Korona tanán, a Szent Korona ismeretén keresztül, a Szent Koronával, mint az egy egész egység, tehát végül, hogyha a fölülről megnézi az ember, az egy kör, és benne van egy egyenlő szárú kereszt. Tehát végül is az egy egészség. Ezen keresztül ismerheti meg a magyarság, a magyar nép a történelmét, emelkedhet fel, avatódhat be, hogyha majd azon a szinten lesz, hogy majd fölismeri azt a királyt, aki majd eljön közénk, aki egyszer, amikor elment közülünk, azt mondta, hogy visszajövök hozzátok, akkor azt majd ismerjük föl. Mert föl kell, hogy ismerjük. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt az órát együtt tölthettük. Nagyon sok új információt adtunk a kedves nézőknek, és én bízok benne, hogy átírjuk azt a történelmet a valóságnak megfelelően, és ami összeköt, az kössön össze bennünket. Legyenek kapcsolódási pontok a magyarok között, és tudjunk büszkék lenni magyarságunkra. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak, vendégeimnek pedig Szántai Lajosnak és dr. Hargitai Andrásnak. Köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra.